Folytatjuk a céges elektromos autós pályázat kapcsán a modell ajánlásainkat. Ma megint én választottam nektek egy modellt, ráadásul egy olyat, amiről azt gondoltam, hogy biztos, hogy nem fog beleférni. Hát erre meglepett a Mercedes. Ez a Mercedes-Benz EQE Sentiment Base. Kapcsán én azt gondoltam, hogy csak az EQA vagy az EQB modellek fognak részt venni ebben a pályázatban. Jól meglepett minket a Mercedes ezzel az autóval, ami nem is olyan régen került így kb. Összekonfigurálásra, meg az info szerintem egy hete jött ki, ugye? Hát nagyon friss az info, emlékszem, hogy tényleg kb. Pár napja, hogy először erről beszéltünk. Olyannyira, bocs, hogy ez nem is az aktuális modell, vagy nem is az az aktuális változat, amiről majd beszélünk. Nagyon pici dolgokban különbözik, ezeket el fogjuk még mondani. Tehát abból még nincs tesztautó sem. Így van, ez jó, lényegében egy alap EQE 300. Az EQE-ről pedig annyit kell tudni, hogy ez az elektromos E-osztály, nagyjából azokkal a méretekkel bír, ez egy közel 5 méteres autó, nagyon kiváló légellenállási együtthatóval, és hát ahogy már Gábor is mondta, azért az EQA és az EQB-hez képest azért ez egy nagyon más Mercedes. Árban is nagyon más, és minőségben is. Nyilván a legfontosabb az autó ára, és itt jön a nagy meglepetés. Az elektromos autó pályázatnál meg van határozva, hogy az autó legfelső értéke nettó 20 millió forint lehet. Itt lehet igényelni a maximum 4 millió forintos állami támogatást. És itt jön az okosság, mert az EQE Sentiment Base alapárát behozták 19.999.000 és még egy kicsi forintra, ami bruttó 25.399.000 vesző 51. Legalábbis a konfigurátorban ez volt, azaz gyakorlatilag cipős kanála, de pont belefér, és ez talán az egyetlen olyan autó, ami prémiumként méretében ekkora kialakítással és ilyen technikával belefér ebbe. Na de mi is van benne? EQE 300 Sentiment Base. Hát sokerékhajtás, 245 lóerő és 550 Nm nyomaték. Az akkumulátor kapacitása meglepően nagy, 89 kWh, és a töltése az AC töltőről 22 kW, míg a DC töltése 170 kW-os. Mindegyik érték szerintem nagyon jó. Baromi erős, főleg ez a 89 kWh-es nettó aksi. És azt hinnéd, hogy ugye valahogy usporoltak belőle, hogy valamit leszettek. Vagy leszettek az akkumulátor kapacitásból, vagy leszettek a töltési sebességből, de nem. Optikailag sem nagyon különbözik ettől. A sűjesztett kilincsek megmaradnak, a kerekek 19-esek, LED fényszórók, és odabent is viszonylag teljes a csomag. El is mondjuk, hogy mi van benne. Ötféle metálszín és két unifény választható felár nélkül. Különböző műbőrbelsők is szintén felár nélkül választhatóak, hogy nettó 20 millió alatt maradjon az autó. És hát itt hátul azért egy olyan lábtér, ami irigylésre méltó. Azért tudod, hogy mi a modern neve a műbőrnek? Micsoda? Vegán. És az EQE elől kb. Ebben a Sentiment Base modellben kb. Ez kínálja, amit most láttok. Ez a borítás talán nem elérhető, kétféle konfigurálható, viszont a nagy középső kijelző és a digitális kijelző az pont így néz ki, és így a hangulat is pont ilyen. Praktikus szempontokat figyelembe véve ez a fehér belső, ez nem ajánlott. Jól mondom? Hát figyelj, szakad meg a szívem. Folyamatosan próbálunk levegőn lépkedni, hogy ne legyen a szőnyeg olyan, amilyen, de mindegy is, ez ilyen. Az első ülés, ez egy félig mechanikus, félig elektromos állítású ülés. A hoztengely mentén mechanikusan állítom, azonban a háttámla elektromosan dől. Bini, ott hátul kényelmes? Nagyon kényelmes, jó, hogy mondod ezt a fehér belsőt, hogyha mondjuk prémium taxinak vennék, akkor biztos, hogy nem ezzel a fehérrel javasolnám, mert amennyire gyönyörű, olyan könnyen koszolódik. De ez a taxi dolog egyébként nem új dolog a Mercitől. Tudod, korábban az E-osztályból volt ez a limitált széria, még arra is emlékszem, hogy 12,7 millió forint volt, és azt hívták taxis Mercinek. De ezt én látom taxinak, nem? Némi inflációval most ez az újkori elektromos E-osztály taxi felhívás? Hát figyelj, én egyébként ebben meglátom a taxit, hozzátéve azt, hogy egyébként saját önnő jogán meglátom ebben a céges vezetőt is, meg meglátom a középvezetőt egy multicégnél, ugyanis 21 millió forintba kerül állami támogatással.
Hivatalosan 600 km fölötti a VLTP-je. A gyakorlatban én tegnap az autópályán hazafelé, pont úgy, ahogy az összes többi autómmal szoktam, meg tesztautóval szoktam jönni, 22-es fogyasztást szedtem össze. Ez azt jelenti, hogy 89-es akuban a 22-es fogyasztás az 400 km hatótáv. Úgyhogy 110-130 között, sőt, volt egy kicsit még gyorsabban is jöttem. Szóval azt szerintem teljesen oké, a hátsó kerékhajtás nekem teljesen rendben van, nyomaték az bődületes, tehát ez egy nem egy elsajnált autó, nem? Minden benne van, ami kell, és pont abba az ársávba tudnak vele megérkezni, ahol már erős mondás az, hogy EQE limuzin, hogy egy elektromos Mercedesben ülsz, ami egy prémium autó. Hát ez felsővezetői autó tud lenni. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy E-osztályos Mercedes-szel járok, akkor arra azt gondolt, hogy sikeres ember, akinek cége van, vagy multicégnél valami tényleg komoly beosztással rendelkezik. És 21, szerintem ez egy óriási gurítás. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy így bejöttek ebbe a játékba. Először azt mondta a Mercedes, hogy valójában az EQE és ugye az EQB, amivel indulnak, és a semmiből megjött ez az EQE, és zseniális húzás. És annyit szeretnék még hozzátenni, hogy nagyon sokszor megkritizáltuk mi is a Mercedes elektromos autóit, mert egyébként azt gondoljuk, hogy kicsit olyan, mintha a hagyományos modellek, lásd E-osztály, mintha más szellemiséggel készülnének. De ezzel az autóval így együtt élni, meg a hétköznapokban közlekedni, figyelembe véve, hogy elektromos autónak van készítve, ez egyébként hozza a Mercedes érzést. Bőven hozza. Tehát nagyon jó, érzed a minőséget benne, és nagyon jó vele közlekedni, mint mechanikai tárgyról beszélek, tehát mint autóról, kormányzás, fék, futómű, hangolás, azért ez rendben van. Szerviz inkluzív 3 év vagy 75 ezer kilométer, aksi garancia 10 év vagy 250 ezer kilométer, AC töltés 22 kW-tal, nagyon jó ajánlatot hoztál. Én is így gondolom, egyébként nem véletlen, hogy a Mercedes konfigurátorában az EQE modellből most a Sentiment Base a legnépszerűbb, ugye oda kiírják, hogy melyikből konfigurálják a legtöbbet. És hát egy kicsit ugye egymás közt szólva, ilyen autós szemmel, meg ugye egy picit ilyen autós szakmai szemmel is megvizsgálva a dolgokat, van ennek még egy üzenete. Az pedig az, hogy egy kicsit a márkák újra gondolják az elektromos autós árazásukat. Egy kicsit újra gondolják ugye a helyüket és szerepüket a piacon, ami azért bajuk be megkerülhetetlen volt. Tehát az, hogy ez az autó 25.399 bruttó áron hazavihető, ami megnyert elektromos autós pályázattal 21.399, az azért egy nagyon erős üzenet, és egy nagyon erős újragondolása valaminek, aminek örülünk. Ha tetszett ez a videó, akkor dobj egy lájkot, kövess be minket a Facebookon, Instán, TikTokon, és ott vagyunk természetesen a YouTube-on is. Feliratkozás, csengettyű bekapcsolás. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Vinicius és a Sámán búcsúzik. Sziasztok! Aloha!